Sziasztok! Üdvözöllek újra a csatornámon. Egy újra én nem jelentkeztem, de ennek elég sok oka van. A kertet kellett kicsit helyre pofozni. Volt némi plusz munkám ugyebár ezzel. De most kitaláltam egy egész jó kis videót, illetve nem is azt kitaláltam, hanem összeraktam egy nagyon kompakt kis csomagot, amit direkt erdőjáróknak, illetve ha kimegyek az erdőben, akkor viszem magammal. Remélem tetszeni fog, tartsatok velem! Maga a kis táska az AliExpress-es olyan 3, maximum 5 dollárba kerülhet. Egyedi logom, tépőzáros, egy Night Eyes Esbiner. Láthatjátok, hogy Mohler rendszerű a kis táska. Ami nekem egyedül nem tetszik benne, hogy csak egy oldalas a cipzár. Na. Egy tótartó rész, egy kicsatolható, biztos láttatok már ilyet, ez egy eléggé speciális multiszerszám, lehet, hogy ki fogtok nevetni, de Avonos páromtól kaptam, igazániból nagyon sok minden van rajta, ami akár edéci, akár outdoor szempontból hasznos lehet. Az első zsebben én beletettem egy Janzsinort. Ilyet elég nehéz beszerezni. Nagyon magas a hőálló képessége. 5 méter. Egy Silky Pocket Boy 130-as. Abszolút segítőtárs. Egy fenőkő. Egy toll gyémántélező, egy kis teamécses, öngyújtó, és szintén a páromtól kaptam egy multi eszközt. Nem multitoolnak mondanám. Elemlámpát tartalmaz, iránytűt, hőmérőt, egy vészhelyzeti sípot, valamint egy tükröt, és én még ide tettem bele, ha ki tudom szedni, egy kis vattát. Tűzgyújtásra nagyon alkalmas. Na-na. Parakornak a belső szála. Sima, olcsó Tesco-s gyufa. Próbáltam ilyen low budget-esen megcsinálni, de azért került bele egy-két szép darab is. Egy Victorinox Forester, rajta egy tűzhangya szikravető, mert azért jó, ha van. Élesztéket azért nem tettem bele, mert ugye az erdőben azért lehet találni. Egy körömcsipesz, némi biztosítótű. A másik zsebben egy csősál, egy EDC gear nevezetű alumínium olajárat, megittem, bocsánat, kis tégely, amiben beletettem, van egy biztosítótű, szintén egy nagyobb, némi fülpiszka, gyufa, vatta, némi varrókészlet, gomb, pár célna tűvel, egy Victorinox Classic SD, egy szikravetővel, semmi extra. Bocsánat. Van még itt egy kis, szintén multitool, ha esetleg bekerülnénk mégis a városba, jó, ha van, egy
Light My Fire szikravető, szikráztató, bocsánat, síppal. Egy kis multikárd, olcsóság igazán, valahogy szerintem egy $3, ha lehetett. Méretre vágható septapasz, flektor, alkoholos törlőkendők, egy nagyító, ezt még a egyik YouTube videóban láttam, nagyon hasznos kis eszköz, septapaszok, tisztálkodószerek, ezt még spanyolból hoztam haza, valamint egy két oldalú tükör, és egy kis szappan. Igazándiból így komplettem maga a készlet, durván olyan 600 g-ot ha nyom, övtárs, vagy a övre akasztva nem kényelmetlen, nem húzza a nadrág szíjat, hátizsákban bőségesen elfér, és láthatjátok, hogy elég szépen meg lehet pakolni, hogyha az ember kicsikét logikusan gondolkodik. Ebből csináltam egy EDC verziót is, szerintem a következő videóban azt is be fogom mutatni. Na, hát ennyi lett volna ez a kis csomag. Ha tetszett, kérlek nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornámra, osszad meg a kedvenc videódat, vagy ami esetleg éppen nem tetszik. Igazándiból már jó ideje gondolkodtam, hogy tényleg ezzel mivel lehetne jutni. Igazán valahova én megyek, közel van még a város, az az erdő, vagy hogy kimegyek a kertbe, akkor ide a közeli erdőbe kijövök. Bőségesen elég arra, hogy az ember egy napot eltöltsön. Ha bármi olyasmi adódik, akkor tényleg van benne olyan dolog, amiről az ember számíthat, jó ha van. Ha van kérdésetek vagy ötletetek ezzel kapcsolatban, vagy bármelyik videóval, kérlek, komment szekcióba tegyétek föl, vagy Facebookon, Instagramon is megtaláltok, oda is lehet írni nyugodtan, akár privát üzenetbe is szívesen válaszolok. Köszönöm, hogy velem voltatok, sziasztok!